Tehát nem lesz pirotechnika, meg semmi robbantás nem lesz, de a célunk, ha nem is az, hogy felrobbantsuk, a célunk az, hogy valami olyan maradandó dolgot alkossunk, okozunk a közönségnek, amire eddig nem volt példa. Reméljük, hogy adott lesz minden. Ez a 25 éve szenciája lesz, gondolom, amiben benne a nagy slágerekben. Hát a sláger is, igen. Kifejezetten csak mondjuk azok ismerik, akik nagyon követik mondom, a munkásságotokat. Hát nem árulok el titkot, hogy ez zenekari életében mindig ez egy fejtörést okoz és problémát, hogy 25 év alatt megjelent X stúdióalbumban milyen dalokat rakjunk össze, viccesen, poénosan, de azért félig meddig komolyan. Azt gondoltuk, hogy ha 25 éves a zenekar, akkor 25 dal lesz ezen a listán, és hát melyik ujjunkba harapjunk, játszunk slágerdalokat, amit a közönség szeret, de azért legyünk önző mód olyanok is, hogy saját magunknak kedvezzünk, olyan dalokat, amiket mi jobban szeretünk, és olyan dalok is lesznek egyébként a repertoárban, amit nagyon-nagyon ritkán szoktunk játszani. De egyébként pont ezt, amit mondtál, hogy maradandót szeretnétek alkotni, de mindvégig egyébként azt tettétek, és jelentőbb annyira sok szálon lehet egy-egy dalhoz, vagy akár slágerhez kötődni, hogyha például ott van a Smears újra, hogy rögtön eszembe jött, amikor még ilyen röplabda edzőtáborba mentem, és akkor nem tudom, hogy ilyen melapolítan semmi ilyen időszakokban voltam, és egy csomó erőt adott akkor, és a mai napig ilyen jó érzéssel tölti el a szívemet, hogyha például erre adalatokra gondolom. De jó ezt hallani. Hát a cél az mindenféleképpen az, amikor megszületik egy dal, hogy valamit üzenjünk, és valami kapaszkodót találjon az ember. Egy rövid sztorit engedjetek meg, kaptam egy messenger üzenetet, kb. Egy hete egy hölgy írt, hogy megkérdezték a diákjai, hogy mi a kedvenc dal, és a vidék is azon mondta, és elmesélte azt a sztorit, hogy egyetemre készült és vizsgák, és hát nagyon izgult, és ahogy tanulta kint az udvaron ezt a tételsort, hallotta a vidék is azon, és megkérdezték a diákok a rádióban, és mondta, hogy nem a szomszédban a mezőm is énekelt ezt a dalt egy gitárral, és hogy ez elkísérte egész életéig, vagy életében, és az édesanyja halálos ágyánál is ott volt, és ez a dal csendült fel a rádióba, és képzeljétek, hogy kinyitotta a mama a szemét, és utána egy pár perc múlva eltávozott, hogy ez, és ezt olvasni, ez nagyon-nagyon-nagyon brutális. Hány ilyen történet van, amit nem tudsz, egyet megosztottak veled, és ez érdekes, hogyha már a sztorikat emlegeted, hogy nekem az lenne egy ilyen nagy kihívás egy ilyen koncerten, mondjuk legfőképpen azért, mert zenélni nem tudok, hogy a sztorikat visszafogjam, az anekdotákat, hogy annyi történetetek van 25 év alatt, és hogy te melyik típus vagy előadóként a színpadon, hogy oké, két szám között belelendülsz, és akkor nyomod 10 percig, vagy azért valamikor igenis rám szól a zenekar, hogy sok volt a beszéd, de ezt egyébként ki tudom magam élni, a mesélő például, ott két óra hosszát mesélek és zenélek, de az egy másik történet. Itt azért figyelnem kell arra, most már jegyzetelem magamnak, hogy mi az a hely a műsorban, ahol szeretnék beszélni többet. Ha minden egyes nótánál felvezetném, amit most hallani fog a tisztelt nagyérdem, akkor nem két óra hosszas koncert lenne, hanem négy, ezt meg nem nagyon szeretném, mert véleményem szerint a két óra az a lélektani határ, ameddig az ember figyelmét le lehet kötni, és még érdekes lehet. Úgyhogy módjában lesz az élmény beszámoló, lenne miről beszéljek. De ugyanakkor, hogyha, és én csak egy vagyok a közönségből, és ezt kívülről láttam, és nem tudom, hogy mi az igazság, de hogy itt telnek az évek, valahogy veled kapcsolatban mindig az az érzésem, hogy egyre csendesebb, szerényebb vagy, jobban megtartod ezt a belső világodat, távolhozol úgy ki. Mi az igazság? Jól látod, igazából egy idő után az ember próbál jobban koncentrálni saját magára, és befele fordulva szemlélni a saját kis lelkét, és saját magadon megtalálni a csendet. Annyit vagy emberek között, hogyha teheted, akkor nem vagy emberek között, és ahogy öregszik az ember, egyre inkább vágyik arra.
egy világhírű nem jut eszembe, zenész mondta, hogy szeretem a közönséget egybe, de külön-külön már nem. Ezt arra értem, hogy egy kétórószás koncert után még az emberek odajönnek és elmondják az élményeiket. Persze egy ideig ez jó, meg jól esik az embernek ezt hallani, csak egy idő után, amikor érzed azt, hogy terhes, akkor már nem annyira kellemes. Én szeretem ott megélni, meg szerintem beszéltek a zenekar nevében, ott megélni a színpadon azt, amit elő akarunk állítani, meg akarunk teremteni, adni akarunk az emberre, csak utána már én is vágyom egy ilyen nyugalomra, és ez nem mindig sikerül. De reméljük, hogy olyan értő és érző a mi közönségünk, hogy tudja, hogy... Ez a koncerten biztos, hogy... Biztos, ez egészen biztos. Én kvalit megyünk, mert hogy azt a Garnélet nem csak vízbe vontunk. Igen, nem, meg is hústanom. Pár perc múlva erre lesz lehetőséget, szerintem mi meg nekünk még egyszer. Maradjon még valamit a játék kérdésünknek. Még egyszer, tehát akkor a mai nap, melyik évben tartották először április 18-án a Műemlék Védelmi Világnapot?